Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szexádi diákok képviselik Magyarországot, Stockholmban mutatják be a kutatásuk eredményeit a fiatalok. Adataink ellenőrzésére buzdít az anyakönyv vezető, ékezett hiba és egy félrehallott betű is okozhat bajt. Az életért küzd az édesanya, izomstimuláló géppel segítenek a beteg nőnek. Európa bajnokságon jártak a szexádi kajakosok, tapasztalatokkal és szép helyezésekkel tértek haza Dániából. Stockholmban egy nemzetközi innovációs diákversenyen képviselheti hazánkat két szexádi gimnazista. A fiúk egy környezetvédelmi projekttel nyerték meg a megmérettetés hazai fordulóját. We have observed that the increase in temperature. Angolul gyakorolják az előadásokat a szexádi első Béla gimnázium diákjai. A fiúk a svédországi Stockholmban mutatják be azt a kutatást, amivel a nemzetközi innovációs verseny hazai fordulóját már megnyerték. Évekkel ezelőtt elkezdtünk egy kutatást, ami azzal foglalkozik, hogy a szélsőségessé váló időjárás milyen hatással van a környezetünkre, és leginkább a vízvisszatartásra és a talaj problémákra. Mi ezt kutattuk. Olivér és Balázs a szexádi borvidéken végzett kísérleteket, a szőlősorok közé lyukakat, úgynevezett vízcsapdákat ástak, amiket különböző anyagokkal töltöttek fel, hogy azok így megfogják az esőt. A kutatás során a minden évben lemetszett vennyige bizonyult a legjobb alapanyagnak ehhez. A fiatalok a tapasztalataikról angol nyelvű tanulmányban számoltak be. Én 2 éve vagyok benne ebbe a projektbe, majdnem. És én igazából a nyelvi részét teszem hozzá, Oliver pedig eddig kutatta, ő inkább talaj szempontjából, de a jövőben én majd még csapadék szempontjából jobban meg szeretném vizsgálni ezt a problémát. Az idei költségvetésben elkülönítettünk 1 millió forintot klíma alapra. A fiúk kiváló teljesítményét Szexárd vezetése is elismeri, ezért kapnak segítséget a stockholmi utazáshoz. Ez abszolút azt gondolom, hogy támogatandó, úgyhogy polgármester úr a saját keretéből 150 ezer forinttal támogatja a versenyen való részvételt, mi pedig az idén elkülönített klíma alapból 100 ezer forintot még szeretnénk felajánlani, és a legjobbakat kívánjuk, sok sikert, szép eredményeket a fiúknak. A szexárdi első Béla gimnázium tanulói már másodszor jutottak be a nemzetközi verseny döntőjébe, először 4 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez tükrözi az első Béla gimnázium pedagógusainak és diákjainak az együtt munkálkodását, az, hogy gondolkodjunk globálisan a környezetvédelmi problémákról, de azért cselekedjünk lokálisan. A diákok augusztus végén indulnak Stockholmba, és szeptember 1-én térnek majd haza. Az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs javaslata alapján a kormány moratóriumot rendel el 2022. szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hiteleire, mondta az agrárminiszter a Facebookra feltöltött videójában. De a bajba jutott állattartókat is segítik, nekik 3 milliárd forint összegű takarmány szállítási támogatási keretet biztosítanak. Az agrárminiszter elmondta, július végére a tavaly ősz óta tartó csapadékhiány miatt az ország területének döntő többségén súlyos vagy nagyfokú aszály alakult ki. A búzánál elkönyvelt mintegy 25%-os termés kiesés után a kukorica állomány jelentős része megsemmisült az Alföldön és Közép-Magyarországon, és most a Dunántúl termését fenyegeti a szárazság. A mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adunk. További segítséget jelenthet, hogy a termelők rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeket újból benyújthatják, és az igényeket a hatóság automatikusan engedélyezni fogja. És végül, de nem utolsó sorban felgyorsítjuk a biztosítók aszálykárok felmérésére és az aszálykárokra megítélt összegek kifizetésére vonatkozó eljárását. Nem stimmelnek a nevek. Parrak Ferencné, a szexádi polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályának vezetője elmondta, több olyan eltérést is tapasztaltak már munkájuk során az ügyfelek nevében, ami megnehezítette az éppen folyó ügyet. A megyeszékhely anyakönyv vezetője arra szeretné a lakosok figyelmét felhívni, hogy ellenőrizzék adataikat, és ha eltérést találnak, akkor azt korrigálják. Ilyen esetben az iratok cseréjét illetékmentesen végzik a hivatalok. Magyarországon 1895. október 1-je óta vezetnek hivatali nyilvántartást a születésekről, házasságkötésekről és halálozásokról.
Ezeket 119 évig, 2014. júliusáig papíralapon rögzítették, ami számos hiba lehetőséget hordozott magában. Parrak Ferencné, a szekszárdi polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályának vezetője elmondta, fontos, hogy az emberek foglalkozzanak ezzel, mielőtt késő lesz. Mindenkit a születési anyakönyvbe bejegyzett neve illet meg, és 2014. július 1-től elektronikus anyakönyvi rendszer van, és a régi papíralapú anyakönyvekből most kerülnek berögzítésre a születési bejegyzések, és ekkor derülnek ki, hogy nagyon sok embernek akár a családi neve, vagy az utóneve nem úgy szerepel az anyakönyvi alapbejegyzésben, mint ahogy azt az okmányai tartalmazzák. Lehet egy ékezethiba, egy félrehallott betű, vagy egy nem használt második név. Egy rosszul bejegyzett név miatt akár a kezdetekig, 1895. október 1-jéig is vissza kell lapoznia az anyakönyvvezetőnek, hogy megbizonyosodjon arról, mi volt a család eredeti neve. Az egyik leggyakoribb eset, amikor az édesanyának két utóneve van, de csak az egyik van feltüntetve a gyermekei iratain. A másik többször előforduló eset, ha a férjet hivatalosan például Kovács István Péternek hívják, de a feleség csak Kovács Istvánné néven szerepel a rendszerben. A megyeszékhely anyakönyvvezetője arra kéri a lakosokat, nézzenek utána adataik helyességének. Ez kötelező. Ez kötelező, mert az anyakönyvvezető, ha észleli a hibát, akkor azonnal javítja az elektronikus anyakönyvi rendszert és a központi nyilvántartó rendszert, és ha valakinek már a központi nyilvántartó rendszerbe akár az anya nevét javítjuk, már másnap az ügyfélkapu nem fog tudni belépni. Az ilyen ügyben történő névváltoztatás illetékmentes, tehát ebben az esetben ingyenesen cserélik ki a lakosok minden iratát. Csak a magántulajdonú gépjárművek, mezőgazdasági erőgépek, traktorok, valamint a taxik kaphatják a 480 forintos garantált áron az üzemanyagot a kormány döntése értelmében. Az ellenőrzés könnyű és gyors, mert a forgalmi engedélyen vonalkód található és leolvasható. A döntést azzal indokolták, hogy karbantartás miatt le kellett állítani a 100 halombattai kőolaj finomítót, amely fedezi a magyarországi szükségletek 100%-át. Az üzemanyag ellátást így most importból és a stratégiai készletek negyedének felszabadításából biztosítják. Hatalmas összefogásnak köszönhetően hamar összegyűlt az az összeg, ami egy izomstimuláló gép vásárlására fordítottak azok a segítő szándékú emberek, akik a daganatos betegséggel küzdő fiatal édesanya mindennapjaihoz szerettek volna hozzájárulni. A 41 éves Bogáncsné Nagy Anitának a sugárkezelések miatt nagyfokú izomsorvadása lett, ami néha még a járást is megnehezítette. Viszont ezzel a géppel jelentős mértékben javulhat majd az állapota, hamarabb visszanyerheti fizikai erőnlétét. Bogáncsné Nagy Anita élete legnagyobb küzdelmét vívja már hosszú ideje. A fiatal családanyánál először mellrákot diagnosztizáltak, majd a betegség tovább terjedt a szervezetében, áttétek alakultak ki. Kemoterápiás kezelések sora, majd a legutóbbi sugárterápia után olyan mértékű izomsorvadást szenvedett, ami jelentősen megnehezítette számára a mindennapi rutin feladatokat is. Szüksége volt egy olyan gépre, aminek a használatával újra működésbe hozhatja a legyengült izomrendszerét. Csinál egy mérést az egész állapotodról, és a gép olyan okos gépnek hívjuk, mert minden okos, ami a te testtömeghez, a vizesedésedhez, az izmodhoz, a sorvadásodhoz csinál egy számítást, és minden nap háromszor elvégez egy dolgot itthon. Ez nem kell neked kimenni megint külföldre, nem kell elmenni orvoshoz, nem kell menni sehova, hanem az megcsinálja. A beteg édesanyja csak elcsukló hangon tudott arról beszélni, hogy milyen jól esik neki, hogy az emberek összefogtak érte. Volt olyan szekszárdi fotós, aki egy képét árverezte el, hogy a befolyt összeggel segítse a családot. A szekszárdon van a Retkes Tamás, aki egy képet ajánlott föl nekem licitre, és ott is 60 ezer forint jött össze, akkor már az is plusz volt, és megkaptam a képet is, amit a mai napon fogjunk fölrakni. A sok segítő szándékú ember összefogásának köszönhetően az izomstimuláló gép ára hamar összejött, rendszeres használata pedig remélhetőleg hamar hozzásegíti Anitát ahhoz, hogy a betegséget leküzdve újra teljes értékű életet élhessen. A magyar nemzet ellenálló képességét, szuverenitását erősíti, ha versenyképes egyetemei vannak, mondta a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.
Hankó Balázs szerint minden nehézség ellenére jó egyetemistának lenni Magyarországon. Az elmúlt 2 évben a felsőoktatást érintő átalakulás azt célozta, hogy olyan hallgatók jöjjenek ki az egyetemekről, akik a változó munkaerőpiaci kihívásokra innovatív válaszokat tudnak adni. A rugalmasabb modell bevezetésétől, a 2,5-szeresére nőtt finanszírozástól és az alapítványi fenntartástól azt várják, hogy az intézmények jelentősen előre lépjenek az egyetemi rangsorokban, fűzte hozzá. Hankó Balázs a célok között említette, hogy 2030-ig a világ 100 legjobbja közé kerüljön egy magyar egyetem, illetve legalább 3 intézmény kerüljön be az Európai Unió legjobb 100 egyeteme közé. Jótékonysági autós találkozót tartottak Hőgyészen. A rendezvényen több mint 204 kerekű vett részt. A vendégek a kikapcsolódás mellett egy rákkal küzdő fiatal fiúnak is gyűjtést szerveztek. Volt, aki a kisgyerekeivel érkezett, egy saját magánál is jóval idősebb, gyári állapotúra felújított autóval a Hőgyészi találkozóra. Svédországba adódott az alkalom, megvettem, és mivel az időmből kitellett, így elkezdtem megcsinálgatni. És mikor készen lett, én nem terveztem, hogy hazahozom, de aztán mégiscsak úgy döntöttem, hogy egy másfél év munkája benne van, meg jól is sikerült, úgy gondoltam, hogy akkor hazahozom, és akkor ez itt marad nekünk. A helyi sportpályán több százan gyűltek össze, mindannyian a benzingőz és az égett gumiszak szerelmesei voltak. A résztvevők számára egésznapos programsorozattal készültek a szervezők. A felnőtt kitartó versenyen vállalkozók kedvű hölgyek is indultak. Sőt, még a legfiatalabbak is a volán mögé ülhettek. A találkozó célja a közös szenvedély megélése mellett a jótékonykodás volt, aki ugyanis megjelent az autós találkozón, pénzadománnyal segíthetett egy a településen élő nagybeteg fiút. Csontrák, beteg 3 éve keletkezett ez az egész, csak annyi, hogy a szülők már nem bírták anyagilag, és így próbáltuk ezt összehozni, hogy valamit valamiért. Hőgyész polgármestere szerint amióta kiderült, hogy az egyik fiatal lakójuk beteg, és a családja segítségre szorul, mindenki összefogott értük. Én úgy gondolom, hogy kezd a település egy összetartó település lenni, és ha ilyen dologról van szó, mindenki oda teszi magát, amennyire lehet, és amennyire tudja. A szervezők néhány napon belül adják át az összegyűjtött pénzt, amihez Szekszárdról és Tamásiból származó felajánlás is érkezik. A szekszárdi kajak-kenu SE 3 fiatal sportolója vett részt július utolsó hetében a Dániában megrendezett Európa-bajnokságon. Turgonyi Oliver, Horváth Tamás és Víg Vivien egyéniben és párosban is megmérettette magát. Jámbor Attila, a sportolók edzője azt mondta, van eredmény, amivel meg vannak elégedve, viszont most látták, hogy mi az, amiben még fejlődniük kell, hogy a legközelebbi rangos megmérettetésen még jobban szerepeljenek. Hétfőn tértek haza a szekszárdi kajak-kenu SE fiatal sportolói a Dániában megrendezett Európa-bajnokságról. Nagy sikernek számít, hogy a Tolnai Megyeszékely klubjából 3 sportoló is képviselhette a magyar színeket Szilkeborban. Turgonyi Oliver, Horváth Tamás és Víg Vivien küzdelmes versenyeken vannak túl. Bár itthon 100%-osan felkészültek, mégis a bajnokságon nem várt akadályokba ütköztek, amik hátráltatták a dobogós helyezés megszerzését. Nagy reményeket fűztem ehhez az egészhez, viszont a rajt után nem úgy jött össze, hogy én akartam, sem is beszorultam, hátrakerültem, és a legutolsó helyről kellett előre mennem. Ezen a 19 kilométeren csak az 5. helyet tudtam elhozni, de úgy gondolom, hogy jobb versenyzés volt, teljesen kiküzdöttem magamból a legjobbat, és jobbat nem is kívánhatnék. Horváth Tamás és Turgonyi Oliver alkotta páros a bajnokságon, K2-ben 21 kilométeren 7. helyen ért célba. A vízen nagyon jól mozogtak, de a futószakaszok a vártnál rosszabbul sikerültek. Ebben a versenyben vannak futószakaszok is, és ők a futószakasz gyakorlatilag alig-alig tudták teljesíteni. Tehát hiába küzdötték föl magukat minden futószakasz után az első boly közelébe, egyszerűen ott annyira lemaradtak, hogy nem tudtak menni, és nyilván ez a lábzsibbadás az evezés közben is zavarta őket, úgyhogy egy ilyen óriási küzdelemben végigvezték ezt a versenyt, és lettek 7. Tehát ez mondjuk mindenképpen mellettük szól, hogy ha ilyen probléma volt, sem álltak ki, és végignyomták ezt, de ott azért van hiányérzetünk, hiszen én azt gondolom, hogy az első 3 helyezés bármelyikén meg lehetett volna.
Bár az Európa-bajnokságon való részvétel nem egészen úgy sikerült a sportolók számára, ahogy szerették volna, mégsem csüggednek, sőt, ezek az eredmények arra ösztönzik őket, hogy a legközelebbi megmérettetésen még jobban teljesítsenek. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Katás vagyok, mit csináljak? Szakmai fórumokkal segít a váltásban a Pécs-Baranyai Iparkamara. Amennyit használ, annyit árthat is a légkondi, betegségeket okozhat a túlzott hűtés. Lovas tornászok viadala, 17 ország közel 150 versenyzője pattant nyerekbe. Katás vagyok, mit csináljak? Lehetőségek, teendők, ezzel a címmel szervezett fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hétfőn. A NAV munkatársai és egy könyvvizsgáló ismertette a jelenlegi helyzetet, elemezte a lehetőségeket a jogszabály változás tükrében. A helyi iparkamara célja, hogy minél több információval segítse az érintett vállalkozásokat a megfelelő adózási forma kiválasztásában. Baranya megyében a vállalkozások több mint 90%-a mikrovállalkozás, nagy többségük eddig a kata szerint teljesítette adózási kötelezettségét. A legfontosabb kérdés nekem, legalábbis én nem, legalábbis a legtöbb kérdésem az, mennyivel kell többet fizetni? Ez foglalkoztatja most azokat, akik a jogszabályváltozás miatt kikerülnek a kata adózási rendszerből, mondja a könyvvizsgáló. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak fórumot arról, hogy milyen új adózási formák közül választatnak az érintettek. A szakemberek azt mondták, hogy jelenlegi ismereteik szerint általános válasz nem adható. Mindenkinek az egyéni helyzete határozza meg, hogy melyik forma a legmegfelelőbb neki. Ezért érdemes könyvelőt felkeresniük, aki segít a váltásban. A helyi iparkamara főtitkára azt mondja, Baranya megyét jelentősen érinti a változás. Baranya megyének az érintettsége. Az egy nagyon egyszerű statisztikai adattal igazolható, a vállalkozások 95%-a mikrovállalkozás. Nagy többsége katás vállalkozó volt. Tehát, hogyha valamelyik megyét érinti ez a kérdés, akkor Baranyát kiemelten érinti. Ezért a kamara igyekszik segíteni a helyi vállalkozásoknak, hogy jól döntsenek, mikor adózási formát választanak. A hétfői az első adófórum volt, augusztusban lesz még egy újabb tájékoztató, mondja Rabszabolcs. Úgy tervezzük a NAV-os kollégákkal is egyeztetve, hogy egy 2-3 héten belül az általányi adóról, kiváról, tehát az új lehetőségekről egy még részletesebb előadást fogunk megszervezni. Ugyanígy offline és online is követhető lesz. Ez ki fog majd menni a kamarai hírlevélbe, kirakjuk a webre, tehát minden vállalkozó, minden potenciális érdeklődő erre a tudomást fog szerezni. Hétfőn a helyszínen 50-en, online 150-en kísérték figyelemmel a kamarai adófórumot. Az iparkamaránál elmondták, hogy csak szakmai előadásokra, tanácsokra nyitottak ezek a tájékoztatók, mentesek a politikai felhangoktól. Az idei nyáron nagy melegnek, kánikulának lehetünk szenvedő alanyai, ezért aki teheti, kocsiában, lakásában, munkahelyén használja a klímaberendezés hűsítő hatását. Ez azonban nem feltétlenül jelent mindig pozitív eredményt. Egyre többen fordulnak orvoshoz olyan tünetekkel, amelyeket sok esetben a hosszú ideig bekapcsolt klímaberendezések okozhatnak. A hideg-meleg környezeti változásokhoz mindenki másképpen alkalmazkodik. A klímaberendezések kellemes környezetet képesek biztosítani ebben a nagy melegben, azonban lehet hátrányos is a hűtés, ha arra érzékenyek vagyunk, vagy túlzásba visszük. Betegséget is terjeszthet, mint például a Legionella nevű fertőzést, mondta a dr. Princ János házi orvos szakfőorvos. Egy vizes közegben tenyésző baktérium, ami egyébként hát nagyon kis mennyiségben jelen van természetes vizekben, vízvezeték hálózatokban, vagy akár otthoni berendezésekben, bojlerekben is, azonban ilyen kis mennyiségben nem okoz megbetegedést. A klímában, hogyha megtelepszik és elszaporodik, ott viszont ilyen aeroszol részecskék formájában a vízzel együtt a légutakba kerülhet. Itt már megfelelő táptalajra talál és elszaporodik. Ez elsősorban felső légúti megfázáshoz hasonló tüneteket okoz, mint a nátha, a torokfájás, esetleg száraz köhögés. Azonban súlyos esetekben atípusos tüdőgyulladást is okozhat, főleg ha már más krónikus betegsége is van a paciensnek, akkor akár életveszélyes állapot is bekövetkezhet. Súlyosabb esetben antibiotikumos kezelés szükséges, hangsúlyozta a szakfőorvos. A klímaberendezés más betegségeket is terjeszthet. Nedves közegben a gombák is szeretnek élni, és hát viszonylag az egyik része a klímának a meleg, a másik része hideg, hát pont ez miatt a hidegben a
levegőben lévő pára kicsapódik és nedvesedik, és ez a gombáknak is egy megfelelő táptalaj, tehát nagyon gyakran előfordul, hogy gombaspórák is bekerülnek így a légtérbe, amik szintén okozhatnak súlyos tüdőbetegséget, vagy akár egy rendszerbetegséget is a szervezetben. Ezért nagyon fontos, hogy kétszer, a klímaszezon végén és a következő szezon kezdetén kitisztítassuk a klímaberendezést megfelelő fertőtlenítőszerekkel. Fontos a rendszeres szellőztetés, a szárító hatás ellen bőséges folyadékbevitellel, hidratáló krémek és műkönny használat. Négy napon át Kaposvár adott otthont a junior és fiatal lovas tornászok Európa-bajnokságának. A nemzetközi sereg szemlén 17 ország közel 150 versenyzője pattant lóra. A Pannon Lovas Akadémia fedett arénájában mutatták be tudásukat a kontinens legjobb junior és fiatal lovastornászai csütörtöktől vasárnapig. A kaposvári rendezés jelesre vizsgázott. Nekem nagyon tetszett a szervezés, minden megvolt, ami kellett vele, a pálya is jó volt. A csapatversenyen kifejezetten jó produkciót tett le az asztalra, a kaposvári versenyzők alkotta magyar együttes. A sikerben fontos szerepet játszott a Kondor névre hallgató cseh ló is. Most kicsit jobban sikerült, mint általában szokott edzésen. Mert most egy idegen lovon mentünk, egy cseh lovon, és a magyar lovon nem tudtunk mindent megcsinálni úgy, ahogy, mert neki kicsit fájt. Mivel ő egy bérelt ló volt, ezért reméltük, hogy jó lesz, és jó is volt. Minden elvárásnak megfelelt, ami nekünk kell. A puszta részvételt is győzelemként megélő magyar csapat végül a történelmi sikernek számító 5. helyen zárta a versengést. A csapat mellett az egyéni versenyszámokban is megsüvegelendő eredmények születtek magyar szempontból. Hutton Florencia a fiatal lovastornászok kategóriájában 9., míg a fiúk között Basa Máté a 7. helyet szerezte meg. Végül nézzük főbb tornamegyei híreinket még egyszer röviden. Szekszárdi diákok képviselik Magyarországot, Stockholmban mutatják be a kutatásuk eredményeit a fiatalok. Adataink ellenőrzésére buzdít az anyakönyv vezető, ékezett hiba és egy félrehallott betű is okozhat bajt. Az életért küzd az édesanya, izomstimuláló géppel segítenek a beteg nőnek. Európa bajnokságon jártak a szekszárdi kajakosok, tapasztalatokkal és szép helyezésekkel tértek haza Dániából. Szerdán már elsősorban a nyaralóknak kedvező napos vagy szűrt napsütéses idő várható. Egy többnyire áttetsző, szakadozott felhősáv keresztezi az országot, ami átmenetileg szűrheti, zavarhatja a napsugarakat. Csapadék nem valószínű. A légmozgás a nappali időszakban gyenge marad, este megélénkülhet, éjszaka nyugodt, gyengén felhős vagy csillagfényes idő következik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!